mindazoknak, akik még mindig azt hiszik, hogy egy gömbön száguldanak az űrben, és több milliárd hasonló gömb van, amin különféle lények élnek, akik ide látogatnak néha, és együttműködtek a kormánnyal, és közben tenyésztik az emberformájú lényeket más bolygókon. Van egy kérdésem. Amennyiben így néz ki a naprendszer, középen van a Nap, Merkur, Vénusz és a Föld, akkor hogy lehetséges az, hogy az éjszakai égbolton mi látjuk a Merkurt és a Vénuszt, mikor mindkettő a Föld és a Nap között kering. Tehát, amikor a Föld napos oldala fordul a Nap felé, csak akkor lehetne őket látni. Azonban mi éjszaka is látjuk őket. Hogyan lehetséges ez? Ez a kérdés. Space, space, space. Space, space.